Emlékszel még arra, hogy mikor volt az, mikor édesanyámmal először találkoztatok kutyakiállításon, és hogy alakult ez a kapcsolat? Valami rémlik nekem, talán olyan 2001-2002 környékén, most pontosan nem tudom a dátumot, de valamikor úgy ősszel lehetett, Szilvásváradon volt egy kiállítás, és ha jól emlékszem, az a talán a harmadik kiállításunk volt, teljesen szinte mondhatom amatőr szinten, azt se tudtuk, hogy mi történik velünk, kezdő kutyások voltunk ilyen téren, és én úgy emlékszem, hogy ott volt az első alkalom, amikor anyukád hát érdeklődéssel jött oda hozzánk, hát nyilván nem én tűntem föl neki, vagy a Kriszti lányom, hanem a kutya. Gondoltam. Ott egyébként ott akkor még fel se fogtuk azt, hogy milyen eredményt értünk el, ugyanis ott junior besting show lett a Backrow, és... A harmadik kutya kiállítása? Igen, igen. És nem tudom, hogy ilyet mondhatok-e, vagy szabad, nem szabad, Stefán Sinkó volt a bíró. Gyakorlatilag semmit nem tudtunk, egy hatalmas tűzomán serleggel jöttünk haza. Azóta már azért az ember így túl a 170-180. Kiállításon most már azért tudjuk, hogy az mi volt. Elég ritkán megismételhető lehetőség egy ilyen szintű cacip kiállításon, ilyen eredmény. Azt is mondhatnánk, hogy most egy kicsit egy Backrow életfilmet forgatunk, hiszen ott voltunk a kezdetekkor, és most a veterán kiállításon beszéltük meg, hogy eljövünk, és most 8,5 évesen is még megnézzük, hogy hogyan él veletek együtt. Nem akarok senkinek reklámot ezzel, de én nagyon pozitívan vettem ezt az ötletet, hogy idézően végre idén volt egy ilyen veterán, tipikusan kizárólag veterán kiállítás és veterán felvezetők versenye, ami ahhoz képest, hogy látszott, hogy sokan várják, mert elég rendes létszámmal voltak kiállítók, illetve kutyák benevezve. És hát tulajdonképpen egy ilyen kiállítás az egy olyan apropó, hogy ott lehet, ott tudja igazán megmutatni a kutya értékét, illetve a gazda, a tenyésztő felelősségét, az az állapot, hogy tulajdonképpen mi a Backrow-val, 8,5 éves kutyával, hát idézőjel egy fiatal korosztály voltunk a veteránok közt, mert ha jól emlékszem, ott 12-17 év közötti kategóriába, évjáratban voltak elég szépen kutyák, és teljesen jó kondícióban, jó szőrminőségben és elég vidám hangulatban zajlott a kutyák is, és a kiállítók részéről is a kiállítás, úgyhogy igen, hát elmentünk. Most már ő veterán osztályba nyomul. Furcsa ez? Nem. Én úgy vagyok vele, hogy legalábbis gondolom, és remélem, hogy ezzel a idézővel a szakma is egyetért, hogy azért a Backrow letette a névjegyét nemzetközi szinten is, nemzeti vonalon is, és nem, ezt tudomásul kell venni. Tehát végigvitt ő egy olyan versenyzői pályafutást, nyilván, hogy van egy-két, minden fajtában vannak nála jobbak is, vagy hasonló kategóriájú, kvalitású kutyák, de hát ezt végig kellett csinálni. Tehát az, hogy hozzávetőlegesen 180 kiállítással belejárva Európát, végigutazta ő is, mi is szervezkedtünk, ügyködtünk, emögött óriási teljesítmény van, és én csak ezt azért nem magam miatt mondom, nem a kutya miatt mondom, a sajátjai miatt, hanem itt van az, hogy azokat az embereket tisztelem és becsülöm, akik ugyanezt megteszik. Most teljesen mindegy, hogy a Kanári-szigeteki kutyával kapcsolatosan, mert ott is van azért, nem sok. Kanári-szigeteki kutyát választottátok annó ennyi évvel ezelőtt? Többször felmerülő kérdés. Nekem gyerekkoromban boxerem volt. Na most alapvetően a lányom nagyon szeretett volna kutyát, annak idején megbeszéltük, jó, majd ha olyan helyzet van, hogy mondjuk kertesház, családi ház. Nekem egy elvárás volt ezzel kapcsolatban, hogy a hagyományőrzés, illetve általam megszokott méretű és szőrzetű és típusú kutyához hasonlítson, tehát rövidszőrű legyen, és lehetőleg egy
neki is testű, így mondom inkább, hogy egy közepes vagy egy nagy testű kutya, és így jött a választás. Nem tudom pontosan a címét, van egy ilyen kutya enciklopédia, vagy nem tudom melyik könyv, amiben 301 fajta, elég felületesen nyilván képek, meg ilyen teljesen amatőr szín, de annak idején arra nekünk elég volt, hogy több lehetőség közül, a többit nyilván nem mondom most, mert ez más történet, kiválasztásra került egy teljesen általunk ismeretlen kinézetű, elnevezésű, annyi, hogy spanyol fajta, Kanári-szigeteki kutya. Hát ez teljesen horror volt ilyen szempontból, azt se tudtuk mi ez, hogy néz ki, stb. És akkor elkezdtünk ezután mászkálni. Gyakorlatilag a választás az úgy történt, hogy én fogtam magam egy héten keresztül minden, tehát a Magyarországon létező összes olyan emberkét tenyésztőt, ahol ilyen alom volt, vagy kutya lehetségesen felelhető volt, naponta beosztottam, hogy minden nap valahova elmentünk. Tehát gyakorlatilag egész Budapestről ide-oda-amoda az egész országot végigjártuk, és utána történt egy mérlegelés, hogy számunkra hol volt olyan alom, ahol szimpatikus volt a kölyök állomány, mondjuk, ahogy tartva voltak, ahogy kinéztek, illetve a tenyésztővel is ezért egy kicsit elbeszélgetett az ember, még akkor is, hogyha azt se tudtuk, hogy ez mi, vagy hogy van, és aztán így történt a választás. Te, amit a könyvekben láttál, és akkor annól összeszedted az információkat, mit tudtál meg a fajtáról? Nyugodtan bemerted vállalni azt, hogy a kislányod mellé behozod a családodba ezt a kutyát? Igen. Egyrészt, hát akkor a Kriszti már azért 13-14 éves volt, ha jól emlékszem, ez a kortály lehetett. Ez az egyik. A másik, hogy meggyőződésem, hogy minden kutya olyan, mint amilyen a környezete, mint amilyen idézél a gazdája. Még egy Kanári-szigeteki kutya is, ami elvileg azért... Igen, nincsenek. Itt alapvető adottságok vannak a kutya természetében. Na most nyilvánvaló, hogy őrző-védő kategóriában, kettes fajta csoportban, ugye ott azért hát eleve az adottsága, a mérete, a megjelenése azért egy elég domináns jellegű fajtáról beszélünk, de mondjuk így ritka fajta, tehát nem nagy adatszámmal rendelkezik, nem úgy Magyarországon, Európában, a világszinten is, amiből nekem logikusan az jött ki, hogy a genetikai adottságai és egyéb olyan tulajdonságai, ami sajnos a nagy egyedszámú fajtáknál ugye a szaporítók tevékenységenek köszönhetően elmegy odáig, hogy elég sok génhiba történik, és onnantól kezdve azok az alaptulajdonságok már nem olyanok. Ő náluk, én arra gondoltam logikailag, hogy itt azért ez még benne van a lehetőség, hogy tényleg amit az ember innen-onnan külföldi folyóiratokból, hogy bárhonnan nézett, az azért nagyjából úgy van, és nem is tévedtünk nagyot, mert működik a dolog. Na most én ezt összegezve, itt-ott megjelent cikkek, kutyaújságban, akár a televíziós adásokban, az e-bugattán keresztül. Na most ha ebből kiindul egy olyan, aki most nézi, hogy jó, hát ez milyen klassz, ilyen jó természet, olyan jó természet, és utána elmegy esetleg egy olyan helyre, ahol messze nem ezt a kategóriát fogja kapni, mert képtelenség, hogy hozzájusson a korrektség hiánya miatt, akkor onnantól kezdve elég kellemetlen az összhang. Que siempre de blanco va imponiendo las normas de su moral bendiciendo a las masas que le persiguen. Kiállt a folyóra, emlékszem, hogy az elejétől kezdve te vezetted fel őt? Igen, én vittem be őt. Hát az elején még azt sem tudtam, hogy egyáltalán hogy is fogjam a póráz végét. Meg hát segítségem sem nagyon volt. Kett a napval elindultunk, aztán lesz, ami lesz. Utána így ellestem, így profibb emberektől a handlerkedést. Meg hát a kutyatartást is, meg a nevelést. Összefügg ez a három dolog egymással? Tehát kell tudni nevelni a kutyát, jól tartani, és akkor lehet jól felvezetni, mondjuk? Igen, fontos. Meg nagyon fontos szerintem az, hogy ismerjük a kutyát. Volt már arra példa, amikor megjelentél mondjuk Bekróval az iskolánál, vagy olyanok, akik nem kutyások, vagy nem ismertek annyira, megláttak vele, és a szívinfarktust kapták szerintem? Volt olyan, bevittem őt az iskolába. Kapott nyílt egy pólót is. Volt, gondolom. Kapott egy pólót is, rá volt írva a neve szépen. Tehát az teljesen az osztályunkhoz tartozott. Őt egyébként nagyon mindig megszereti mindenki, mert annyira kedves.
Kivéve egyetlen egy embert, ugye? Akinek köszönhető, hogy most így a fél szemére elvesztette a látását. Hát igen, hogy... Itt mi történt? Picit beszéljünk róla, mert látják biztos majd a nézők is, hogy ez egy igen, igen. Az igazi. Igen, mindenki szokta kérdezni, hogy az öregsége miatt már hájogos, de nem. Már két évvel ezelőtt történt, hogy egyik nap arra lettünk figyelmesek, hogy lecsúszott egy kicsit az egyik szeme, utána a másik is. Elrohantunk az orvoshoz, és aztán kiderült, hogy végül is lefújták a szemét így kerítésen keresztül. És az egyik szemét az sikerült megmenteni, illetve abban nem került annyi anyag. A másikra viszont megvakult sajnos. Tudom, hogy nálatok a családban mindig az van, hogy anyud azt mondja, hogy soha többet kutyát, meg nem lesz kiskutya, te meg mindig csak elmosolyogsz. Igen, így volt ez a Lunával is, a harmadik kutyánka. Ő is úgy jött, hogy hát ő ugye a Bekrónak egy lánya, egy másik tenyészetbe született, és nem akartunk kutyát megtartani, de akkor még én sem nagyon, csak elmentünk, megnéztük őket, és ő kiválasztott engem. Tehát én mindig eltottam, ő mindig jött, erőszakoskodott velem. És aztán úgy éreztem, hogy nekem kell ez a kutya. És akkor én úgy döntöttem, hogy akkor ide jön, és kész. Úgy is meg fogja szeretni anyu, mert miért ne szeretné. Foglalkozni, te foglalkozol igen, velük igen. Akkor úgy is. És akkor idehoztam, akkor hát mérges volt, mert hogy ugye nem tudott az egészről, meg hát a háta mögött történt a dolog. De ugyanúgy szereti őt is, mint a másik kettőt, ugyanúgy, sőt, talán még többet is foglalkozik vele, mert ő meg pláne olyan kutya, hogy érzi, erőszakos, igen, erőszakos is, ő direkt csak azért is megy, és akkor puszilgat, és odabújik, és játszani kell vele, úgyhogy anyu is nagyon szereti mind a három kutyát. Hogy telik egy napot? Hogy tudod így a kutyákat az iskolával összeegyeztetni? Ugye reggel elkezdődik a suli, akkor hazajövök utána, csak az övéki az egész napom. Elmegyünk, most nem akarom mondani, mert akkor egyből megérti, hogy hova szoktunk. Ennyire? Menni. Igen, igen, ő nagyon tudja ezeket a szavakat. Akkor kimegyünk, akkor kiviszem mind a három kutyát. Van, hogy felváltva, van, hogy közösen mindegyiket. Ja, igen, így hirtelen egyszerre viszel te egyedül három kutyát? Van olyan is, igen. És igen, van olyan is, de ez is csak tényleg azért van, mert annyira jól neveltek. Jó, hát a Bekróra fokozottan kell. Azt tudom, hogy te a saját kutyáidat nem félted, de más kutyáktól nem félted őket? Tehát akkor inkább gondolom, mivel neked van a nagyobb, erősebb kutyád, gondolom inkább te térsz ki bármiféle problémára. Persze, meg hát azért tudom már itt a környéket, meg tudom, hogy mi hol van, milyen kutyák vannak, mondjuk hol vannak szabadon, meg mikor vannak kint a parkban a többiek. Úgyhogy akkor úgy szoktuk beosztani az időt, meg hát nagyon sokat megyünk Hajógyári szigetre kirándulni, Normafához, Margit sziget, nagyon sok helyre akkor megyünk. Akkor beültök a kocsiba és megindultok? Nem, buszozunk. Hogy néznek rátok? Mit szoktál látni az emberek arcán? Hát kicsit csodálkozom, mert egyébként úgy szoktak ránk nézni, mintha ilyen ufók lennénk. Hát valahogy csodálod. Tehát mintha életükben nem láttak volna még kutyákat, de... Hát jó, hát a Bekró, hogyha megjelenik valahol, azért mindenki, igen, be, mindenki megnézi őt. De teljesen normálisan viselkednek ők is a buszon, meg hát hozzá is vannak szokva. Kell is ez egyébként? Szerintem igen. Szerintem fontos, hogy hát a szocializációhoz is hozzájárul, hogy emberek között vagyunk, nagyon sok ember között, hogy viselkednek, ott is ugyanolyan nyugodtnak kell maradniuk. Én nem szeretem, hogyha minden ok nélkül jobbra-balra támadnak.
Hogy érzed, teljes gyerekkorod volt, így a kutyákkal együtt nem maradtál ki semmiből? Szerintem nekem sokkal tartalmasabb gyerekkorom volt, mint azoknak, akiknek nincs kutyájuk. Nem hiányzott az, hogy esténként kutyasétáltatás helyett diszkóba menj, vagy bulizni, vagy hétvégenként inkább a barátokkal több ezer kilométeres kutyakiállítás program helyett? Nem, egyáltalán nem, de tehát ennek ellenére azért én jövök, megyek meg, tehát nem hanyagolom ugye a barátaimat, illetve hát ahogy mondtam, hogy barátokkal megyünk kutyázni. Úgyhogy ugyanúgy együtt vagyunk, én nekem ezek jó programok. Mit tanácsolsz a korodbeli fiataloknak, hogy bánjanak az állataikkal? Szerintem úgy, ahogy a saját gyerekkel bánnának. Hát de ilyen fiatal korban azt még honnan tudják? Hát azért valami felelősségérzetük már csak van, illetve hát a kutya azért egy alapot adhat. És szerinted ad is? Szerintem igen. Igen. Nekem azért inkább, tehát ők teljesen olyanok, mintha a gyerekeim lennének. Bekről megyünk sétálni? Hova megyünk? Megyünk? Hé, hova megyünk? Megyünk sétálni. Sétálni? Minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég, a szemünkben ég a tűz. Minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég. Tulajdonképpen a rövid távú idézőjelben a kutyás vágyam a Bekróval kapcsolatos egyértelműen, hogy ő úgy gondolom, hogy hát egy életmű díj gyanánt, hát én szeretném, hogyha az Európa kiállításon a veterán osztályban Európa győztes címet, veterán Európa győztesként fejezné be, idézőjelben a kiállításait, illetve hát ez az egy, ami még úgy gondolom, hogy hiányzik a mindkettőnk életéből, és onnantól kezdve hát nyilván itt van a lánya, aki fiatal Európa győztes, vagy például van Kint Cipruson több kölykünk, aki junior wrestling show lett két cacibon, két nap egymás után a Bekrónak a fia. Végül is ez a jó, mert minden elmúlik, és mindig újra termelődik valami, és akkor a kettőt, ha összerakjuk, akkor abból kijön egy olyan eredmény, amire azt lehet mondani, hogy valami történt, mert akkor ezek szerint csak tudtunk valami ott alkotni a fajtán belül, vagy a tenyésztésben, hogy lehet azt érezni, hogy ez nem egy szaporítás, és nem valami sikerült, hanem próbálunk olyan szinten maradni, hogy elismert egyedek jöjjenek ki a kezünk közül, vagy hát nem is a mi kezünk közül, de hát végül is az apuka vagy a nagypapa azért vigye tovább ezt a vonalat. A szemünk.